Ola Endre, a magyar békefutók csapatkapitánya elmondta, a futás célja egy egyszerű gondolatra épül. Bárki képes megváltoztatni a világot, azaz, ha én teszek egy lépést vagy erőfeszítést a harmóniáért, akkor ezáltal a világ is egy picit jobbá lett. A béke elsősorban nem a háború ellentétét jelenti, hanem a barátság, a szeretet és az öröm jelenlétére utal. Ez a békefutás 36 évvel ezelőtt, 1987-ben indult New Yorkból. Pillanatok alatt elterjedt a világ 6 kontinensén, csak az európai kontinens 24 ezer kilométer hosszú és 49 országon haladt keresztül. 2023-ban az idei futás Gyulánál lépett be az országba hétfőn, 21-én reggel. 300 kilométeren keresztül haladunk az országon keresztül, és pénteken délután Bárévénél a szlovák futóknak adjuk át a fáklyát. Naponta 50-60 kilométer szoktunk futni, 4-5 település, 4-5 iskola, aki fogad bennünket. A csapatunk pedig valóban változó, összetételű. Tegnap is elköszöntek tőlünk külföldi futók, ma is érkeznek újak, de a legbüszkébbek természetesen a föld túloldaláról érkezett új-zélandi sportársunkra vagyunk. Szicsin Moy egy békefilozófus volt, aki ezt az egészet elindította 87-ben New Yorkban, mégpedig azzal a céllal, hogy erősítse a különböző nemzetek, kultúrák, sportklubok, diákok, csapatok között az összetartozás, a barátság érzését. A békefutás célja gyakorlatilag nagyon egyszerű. Mi abban hiszünk, hogy bárki képes megváltoztatni a világot, bárki képes egy picit jobbá tenni a világot. Egyetlen egy trükkje van, tiéd az első lépés. Mi úgy gondoljuk, hogy megtettük ezt az első lépést, és erre szeretnénk biztatni mindenkit, bármere járunk, iskolában, óvodában, hogy csatlakozzon hozzánk egy pár lépésre, és hiszünk benne, hogy szép lassan, évről évre egyre jobbá és jobbá válik ezáltal a világ. Karcagon a futókat a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodásai, Szabó Péterné mesemondó, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda és a Karcagi Nagykor Református Általános Iskola és Talentum Óvoda tanulói műsorral köszöntötték, majd a futók tovább indultak Kunmadaras, Tiszaderzs, Abátszaló, Kisköre útvonalra.